Országszerte több településen is fennakadásokat okozott a hétvégi nagy mennyiségű esőzés. Az elmúlt napokban több mint 100 személyt menekítettek ki otthonaikból az áradások miatt a hatóságok. Hargita és Maros megyében is a tűzoltóság beavatkozására volt szükség, habár nagy károk nem keletkeztek. Tudják, meddig jött fel a víz, egészen a lépcső feléig. Mutatta pincéjét híradónknak egy Maros-Keresztúri lakos. A hétvége folyamán a kiadós esők 15 megye 45 településén okoztak árvizeket. Maros-Keresztúron a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű vizet nem tudták elnyelni a sáncok, és három házudvarát és alaksorát elöntötte a víz. A marosvásárhelyi tűzoltók szálltak ki a helyszínre, akik a lecsendesedett esőben szivattyúzták az árkokban felgyűlt vizet. Hát szombaton délután, 5 óra után volt egy nagyobb méretű felhőszakadás Maros-Keresztúron is. Ez hál' Istennek nagy károkat nem okozott nálunk. Két háztartásban igényelték a tűzoltók segítségét, hogy kiszivattyúzzák a pincéből a vizet, mert hogy a pincék teltek meg esővízzel. A kertekben mosta el ugye a növényeket, de azok most, hogy süt a nap, újra fogják magukat, meg fognak erősödni. Hozzátette, a legtöbb fennakadást az okozta, hogy a sáncok megteltek hulladékkal. Székelyudvarhelyen is kisebb komplikációt okozott a sok esőzés. Egyház alaksorába folyt be a hirtelen lezúdult esővíz, emiatt a helyi tűzoltók segítségét kérték a lakók. A Hargita megyei tűzoltóság Székelyudvarhelyi egysége az esővíz kiszivattyúzásában segített a lakóknak. Az elmúlt napokban országszerte több mint 100 személyt menekítettek ki otthonaikból az áradások miatt a hatóságok. Az érintett megyék között volt Arad, Fehér, Brassó, Kolozs, Hargita, Hunyad és Maros megye is.